Idén több mint 300 pályaművet bírált el a zsűri, amelyek közül 77-et állítottak ki a 60-i galériában, a 21. országos tájkép biennálé keretében. Tompa Zé Mihály galéria vezető, a zsűri tagja azt mondja, ebben az évben is minden korosztály képviseltette magát, így változatos alkotások közül lehetett válogatni. Én külön annak örvendek, hogy utóbbi néhány évben megerősödött a fiataloknak a jelenléte a biennálékon. Korábban ez talán kevésbé volt jellemző, most elég nagy számban vesznek részt, ami érződik is az anyagon. Tehát a kísérletező kedv, a megújulás az jobban tetten érthető az utóbbi néhány biennáli anyagában. Wechner Tibor Munkácsi Mihály díjas művészettörténész is a zsűri tagja volt. Véleménye szerint a tájkép biennáli meg tudta tartani a lendületét, annak ellenére, hogy már 40 éves múltra tekint vissza. Horváth Riárd polgármester köszöntőjében a művészek látásmódját méltatta. Kiemelte, hogy ők másképp ragadják meg a körülöttük lévő világot. Többször járok megnyitókra, járok akár itt a galériába, akár a visszanőtt házba, sőt még az önkormányzatnál is adunk át különböző ilyen eseményeket. És mindig rácsodálkozok, rászülök, hogy egy-egy témának mennyi és mennyi megmutatási fajtája van, hány és hány módon le lehet azt fordítani. A 21. országos tájkép biennáli arany diplomáját és 60 város polgármesterének díját Bácsemese nyerte Téli és nyári utca című alkotásaival. A művész azt mondja, nem konkrétan a biennálira készítette azokat. Két régebbi munkámat adtam be, egy két tavalyi grafikát itt mögöttünk látható, rajz, tollrajz és színes szeruza. Nem szeretek konkrétan készülni egy kiállításra, mert akkor így időre kell, és túl erőltetettnek érzem, hanem folyamatosan dolgozom, és akkor amit úgy jónak érzek, azt szoktam beadni. És milyen érzés, hogy az első helyezett sikerült lenni? Hát persze, természetesen jó, és annak örülök, hogy az idén sokkal nívósabbnak érzem, nem a díja miatt, hanem úgy egyébként a kiállítás anyagát, úgyhogy megtisztelő. Az ünnepségen közreműködött a Grassalkovics énekegyüttes. A kiállítás január 24-ig tekinthető meg a 60-i galériában.